Hello and welcome to tonight's show. Sziasztok, én Fogel Frigyes vagyok. Szabad filmesés, ez most egy rendhagyó bejelentkezés, ugyanis az utóbbi napokban, hetekben elég sok kérdést kaptam, és úgy gondoltam, hogy akkor most legyen egy ilyen question and answer, tehát egy ilyen kérdések és válaszok című rövid videó, rendhagyó videó. A kérdésekből megítélve azt hiszem a másik oldalon néhányan nem értitek, vagy sokan nem értitek, hogy mi zújj, legalábbis velem, meg a projektjeimmel. Úgyhogy gondoltam, hogy veszem a bátorságot, és kicsit kijövök az adumból. És ha nektek tetszik, illetve szeretnétek továbbra is így kommunikálni néha napján velem, akkor nagyon szívesen csinálok ilyen gyors, rövid videókat, hogy ti kérdeztek, én meg válaszolok. Őszintén, egyenesen, keményen és szeretettel. Fogel úr, véletlenül nem homokos, mert ahhoz túl jóképű és tehetséges, hogy egy nővel sem lehet önt látni. Oké. Nem vagyok homokos, és nem vagyok biszexuális sem. Művészvilágban azért ez egy elég érdekes téma, és mi, akik benne voltunk nyakig, mármint a művészvilágban, tudjuk, hogy mi újság és hogy működnek ezek a dolgok. Nem vagyok. Próbálom ezt a részét az életemnek nem nagy dobra verni, és az a pici privát, ami nekem még megmaradt, arra vigyázni. Ettől függetlenül nagyon szeretem a hölgyeket. Próbálok adni, próbálok kapni, úgyhogy én nyitott vagyok mindenre. Azért az mondjuk úgy elgondolkodtató, legalábbis számomra, hogy aki írt ezt a kérdést, az férfiből van, vagy nőből, vagy egyikből sem. Önnek tényleg elég nagy szokott lenni a nézettsége, ahogy látom. Az ember azt gondolná, hogy szénné keresi magát, akkor hogy is van ez? Nem keresem szénné magamat, sajnos, sőt. Volt olyan üzletember, aki megkeresett engem Svájcból, és ezt már többször leírtam a felületeimben, és azt mondta, hogy szeretne nekem segíteni a filmes projektjeimbe, de ahhoz egy tárgyalásra hozzá Zürichbe úgy jöjjek ki, hogy kinyomtatom az egy évre visszamenni spanyolországi, akkor még ott éltem, spanyolországi bankszámla számom mozgásait, és a statisztikáimat. És akkor mondtam, hogy jó, oké, nekem nincs mit takargatni, úgyhogy kinyomtattam, egy évre visszamenőleg elmentem a svájci hotelbe, leültünk, beszélgettünk, és az illető eltette. Ez egy szondázás volt, nem segítség, ez egy bizonyos szervezetnek volt az egyik katonája, mondjuk így, és akkor rájöttek, hogy nincs olyan nagy baj, mert tényleg egy magányos hülye vagyok, mármint nekik, nem áll mögöttem nagy pénz és szervezet. De én most már azért szeretném, hogy azért mögöttem legyen egy kis nagy pénz, és lehessen létrehozni például itt Erdélyben, vagy a többi elcsatolt területen, akár Magyarországon, a vezetésemmel, a segítségemmel egy média vállalatot tegyük föl, teljesen más, hogy ahogy már vannak Magyarországon kezdeményezések, de sajnos azok mögött is olyan emberek és erők vannak, mint például a Híd Gyüli, akik profin csinálják a munkájukat, de sajnos nem szabadok ők se. Bárki bármit mond, nem azok. Ennyi. De mégis százezrek nézik őket is, és nagyon profi, nagyon ügyesen csinálják, viszont én szeretem a dolgokat egyenesen és szabadon előhívni, mindenféle csúsztatások és megalkuvások nélkül. Nem mondták még magának, hogy eléggé egy instabil, csapongó, önsorsorontó személyiség? Nem unja már? Tök jó, oké, a kérdés... Nagyon jó, tetszik, bátor. Erről viszont én egy másik embernek, egy igazi géniusznak a gondolatával válaszolni. Pilinszkitől jön, ami így szól, hogy minden igaz művész, legalább négy ember, egy lángész, egy ostoba fajankó, egy szent és egy szerencsétlen börtöntöltelék drámai megtestesítője. A hirdetését látva, hogy eladná az oldalát, miért nem gondolkodik el azon inkább, hogy egy ügy mellé álljon, amely megteremteni a működéshez szükséges költségeket? Na, végre egy jó kérdés. A korábbiak is jók voltak azért. Szóval a kezdetektől fogva én egy, hogy mondjam, az ügyekben hívő ember voltam, még vagyok most is. Tehát 20 évvel ezelőtt, amikor a Kulturális Kreatívok filmprojektet elkezdtem, akkor bennem is megvolt az a ősnaív világjobbító szándék, amivel bepalisztak néhányan, akikben én akkor hittem.
semmi, vagy ettől függetlenül a kulturális kreatív világjelenség az működik, a filmémet nem bántam meg, semmit nem bántam meg, viszont arra rájöttem, hogy lakóismerszik meg az ember, és amikor ezeket a korábbi barátaimat nem véletlenül mindig magamhoz hívtam, és ismeretlenül például kis Spanyolországban is megkerestem őket itt Magyarországon egytől egyig, tehát nem ők keresnek el engem, ez fontos, legalábbis nekem, akkor ezek az emberek, mint minden ember, hát emberből van, gyarlóak, viszont azt nem szeretem, amikor azt látom, hogy a szép magyar nyelv gyönyörűen ezt meg is mutatja, aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja. Na most innentől kezdve vannak hiteles emberek is, vannak hulladékok. És a hulladékoknak is meg lehet adni az lehetőséget többször is, de aztán azt vettem észre, hogy eléggé magamra maradtam. Ettől függetlenül egy kezemben mindig meg tudom számolni azokat az embereket, barátokat, szerelmeket, stb., akikkel tudok együttműködni, és akikkel tovább tudok lépni, és alkotunk valamit, és nagyon furcsa módon, korábban mint professzionális csellista, most pedig mint bocsinált a filmes, hát százezrekhez és milliókhoz jutnak el a gondolataim, vagy azok a filmek, amelyeket másokról, mások csodálatos életéről, vagy kevésbé csodálatos életéről. Tehát a kérdésre válaszolva röviden és praktikusan, dehogy nem. Beállok én, csak mutassanak nekem egy olyan projektet, amelyik olyan, amiről az illető próbál most, hát nem tudom, kérdést föltenni. Emberből vagyunk, emberek készítenek mindent, és én elfáradtam a szép szavaktól, meg a szép tettektől. Amit megtanultam, kövesd a pénzt, nézd meg, hogy mi újság, és nézd a szemek közé azoknak az embereknek, akik ezt a világot irányítják. Mert azok közül néhányat megismerve a világ különböző pontjain tanultam néhány dolgot. És most ebben a formában tudok olyan dolgokat átadni nektek, csak abban a formában, tehát olyan formában, amiben most én élek, hogy így lehetek csak szabad, és így nem ugatnak bele, hogy nem helyeznek engem presszió alá, hogy ne csinálják esetleg ilyen filmeket. Nem véletlen, hogy például a magyarországi jobboldali médiánál sem rugok labdába, baloldaliak engem sokszor megkísértettek, meg egyéb szekták, mert mondták, hogy tehetséges vagyok abban, hogy nagy számú embereket meg tudok szólítani az alkotásaimmal. És elég furcsa, hogy néha van olyan hónap, amikor nagyobb nézőszámot generálnak bizonyos dolgaim, mint ezeknek a mainstreameknek. De ezt is megtanultam, hogy miért és hogyan. Gyerekek, rajtatok áll az egész, és bukik, nem rajtam. Én kitettem a barátaimmal, vagy szólóban, amiket csinálok. Van közösség és finanszírozás lehetőség. Nem a Patreon, és nem ezek az amerikai tulajdonú és bizonyos adóügyi cégek szorításában létező kezdeményezések, ami egyébként profitot orientáltak, hanem lehetne máshogy is közösségi finanszírozást, és ebből egymásnak készíteni alkotásokat. A ti oldalatokon van a labda már 20 éve, és ott szinte kivétel nélkül legtöbben elbuktatok, csak a pofázás megy és a kioktatás felém. Én csinálom a dolgomat, ti nézitek, csinálom, amíg bírom, és ha mutattok nekem egy olyan ügyet, mert minden alkalommal utána mentem az embereknek és az ügyeknek, keveset találtam olyat, amely mögé beállnék, és tolom erőből, fullba. Volt ilyen, meg is csináltam, és akkor utána az idő próbáját vagy kiállták, vagy nem. Röviden ennyi. Kedves Frigyes, valami baj van? Az utóbbi bejegyzései alapján kérdezem ezt. Hát, nem tudom, ennyire átmegy, hogy baj van velem? Na, szabadságért meg kell fizetni, illetve drága szabadságára, és amit már sokszor elmondtam a nyilvános felületeimben, hogy én egy szabad filmes vagyok, és hát ennek az ára elég nagy, mármint a szabadságnak. Igen, lehet, hogy jól érzitek, mert most van egy kis hullámvölgy az életemben, vagy mondjuk úgy elég nagy, de ezek privát dolgok, amikről én nem szeretnék nagyon beszélni nyilvánosan, mert az a kevés privát szférám, ami még megmaradt, tudatosan vállaltam, hogy az utóbbi 20 évben, amit kiteszek, az elég sok minden, még rólam is elképzelhető. Szóval, igen, vannak dolgok, vannak kihívások, privát dolgok, főleg itt, ugye most, amit hát mindenkinek megvan szerintem a saját életében,
nem kell erről sokat beszélni, tenni kell, bírni kell a pofonokat, föl kell kelni, és tanulni kell ezekből. Úgyhogy sokat hibázok én is, vannak körülöttem, akik ugyancsak sokat hibáznak, és innentől kezdve rajtunk áll, hogy reagálunk ezekre. Úgyhogy Goethe mondta egyszer azt, hogy aki nem tudom pontosan idézni az utolsó univerzális embert, Goethét, de valami olyasmit mondott, hogy az, aki nem ül esténként az ágya szélén, sírva, reménytelenül, az nem is ember, nem is élt eddig emberi életet. Bocsánat a pontotlan idézésre, de ha már egy Goethe ilyet mond, akkor szerintem nincs semmi baj. Azért is vagyunk ezen a világon, hogy nem csak a megismerés, a tapasztalás, meg minden, hanem menjünk bele a közepébe. És vállaljuk be, amit be kell vállalni. Most ez a szél lehet, hogy elcseszi az egészet. Lesznek még kis filmek? Olyan fricisek? Google-médiások? Lesznek. Most a következő két héten belül már három mini portré az én kis egyéni stílusomban már le van diszponálva itt Erdélyben, és igen, ezek hamarosan felvételre kerülnek, és utána pedig, amikor az utómunkákkal készen vagyok, kimegy a közösbe, látni fogjátok, és remélhetőleg inspirálódni fogtok továbbra is. Köszönöm a figyelmet, remélem tudtam válaszolni néhány kérdésetekre, és vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, és végre emeljétek már meg a seggeteket, ahogy mondta annó, Makovec Imre. Szevasztok! Good night, and thank you for watching.